Köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat. Én Bíró Hanna vagyok, és ez itt a Hitkeszt, ti kérdeztétek című műsora. Mai adásunkban felmerülnek megdöbbentő igazságok, szolgálati, hitéleti kérdések, amelyekre Fodor Sándor, a Marosvásárhelyi Hídgyülekezet lelkésze fog válaszolni. Üdvözöllek, Sándor! Én is üdvözöllek, és üdvözlöm a hallgatókat is. Nemrég ünnepeltük a húsvétot, és az lenne a kérdésem, hogy te, Sándor, hogyan élted meg a feltámadás ünnepét fiatalként, és ennek az ünnepnek mi a legnagyobb üzenete a fiatalok számára? Hát, hogyha őszinte választ adok, és csak őszintén szeretek adni, az igazság az, hogy fiatalon én nem fogtam fel a húsvét ünnepének a lényegét. Én egy olyan családban nőttem fel, ahol a húsvét bizonyos részét nagyon kiemelték, mint fontosságát, hogy Jézus feltámadása, történelmi tény, igazság, ünnepeljük meg, örültünk a nagypéntek Jézus szenvedései, annak minden állomására odafigyeltünk, hogy megtanították ezeket. De tőlem ez nagyon idegen volt. Mert fiatalon is érdekeltek ezek a dolgok, már megvoltam a térve, tehát volt hitem, de akkor még nem tudtam, hogy ez milyen nagy befolyása van igazából a saját életemre. Ezért ez egy kicsit úgy volt, mint hogyha valakinek a élet történetének egy fontos eseményét ünnepelnénk meg. Fontos, jó, de ez úgy valahogy tőlem egy kicsit távol zajlott. Valami módon emlékeztetni kellett engem, vagy magamat arra, hogy most mi van. Akkoriban még más külső szokások is voltak, mint ahogy most is elszórtan vannak, mint a locsolás, meg a piros tojás, meg ilyesmi. És emlékszem, hogy nagyon elhatárolódtunk ezektől. Azt gondoltam, hogy az az igazi húsvét ünnep, ha ezektől jól elhatároljuk magunkat. Mostani fejjel egészen másképp látom. Azt gondolom, hogy a legeslegfontosabb a spirituális tartalma feltámadásnak, amit ez számunkra, az egész emberiség számára jelent, és személyesen az én életemben, amit ez jelent. Most teljesen más, mondhatnám azt, hogy lenyűgöző, mint az a óriási kincs, amit Jézus Krisztus feltámadása által az emberiség kapott. Nem, erről fogok többet még beszélni, ha majd lesz rá idő, de úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb különbség, hogy ne csupán egy ünnep legyen, ami valahol, valamiért, valahol távol tőlem zajlik, hanem nekem, mint embernek ez mit jelent, mit szerzett meg Jézus Krisztus a feltámadás által. Mondanám azt, hogy mindent. Mert azt mondja a Biblia egy helyen, hogyha Jézus Krisztus nem támad fel, vagy azaz nem hiszünk a feltámadásban, hiába való a hitünk. Tehát igazából az úgy fogalmaznék, hogy a keresztény hitünk eszenciája a Jézus Krisztus feltámadása. Tehát ez az egyik legközponti kérdés. Én ezt ilyen módon hiányolom, hogy például nekem gyerekként ezt senki nem mesélte el, vagy magyarázta el, hogy ez fiatalnak, idősnek, kezdőnek, tapasztaltnak, bár mindenkinek a legfontosabb, úgy gondolom, mert ettől eredeztetik minden. Azt mondja a Biblia, hogy ha a szíveddel hiszed, hogy Jézus Krisztus feltámadta a halálból, és szájjal megvallod, akkor üdvözülsz. Tehát meg az üdvösség is nem Jézus Krisztus lényében kell hinni, hanem Jézus feltámadásában kell hinni. Teljesen más, hogy tudom, hogy létezik egy személy, és teljesen más, ha azt elhiszem róla, hogy ő meghalt a bűneimért, és feltámadott érettem. Ez sokkal nagyobb, de majd talán egy másik alkalommal még jobban kimerítjük. A fiatal felnőtt kor egy időszak, amikor is az egyénnek fokozott felelőssége van. A keresztény közösségekben ez a téma különösen fontos, mivel a Biblia tanításai szerint a családi kapcsolatoknak és a tiszteletnek meghatározó jelentősége van, és ez felveti a kérdést, hogyha egy fiatal felnőtt esetében, ha az még otthon lakik a szüleivel, milyen mértékben szólhatnak bele a döntéseiben, életvitelében. És én még hozzátenném, hogy ha a fiú gyermek helyzetében és a lánygyermek helyzetében mi a teendő?
De most egy kérdése, három kérdést tette fel minimum. Osszuk három felem. Először is úgy gondolom, hogy nagyon nagy különbség, hogy fiú vagy lány gyerekről van szó. Másodszor nagyon fontos az előzmények. Vannak gyerekek, akik a fiatal korukban bebizonyították, hogy megérdemlik az önállóságot, megbízhatnak bennük a szülők, mert annyira matur már, hogy egész jól kezeli a jót, a rossztól megkülönböztetni, jól kezeli a kihívásokat, és jól vizsgázik. De vannak olyan fiatalok, akik ebben a vizsgában bizony elrontották, és sok buktatón mentek át. Ilyenkor a szülők úgy reagálnak, hogy elkezdik korlátozni. Felnőtt létére is. Miért? Mert védni akarják, hát a szemük fénye. Persze, hogy igen. És ez a felnőtt ifjúnak nagyon fáj. De nem lehet ezt, ilyen módon általánosítani, mert hogyha valaki a hitelét eljátszotta, azt vissza kell szerezni. Na most ez meg nagyon munkás dolog. És ez egy helyzet. Teljes, és ezért nem kell megsértődni, hogyha háromszor az ember elmegy egy helyen, és mind a háromszor megbotlik a küszöbbe, és elesik. Negyedszerre nem fogjuk meg a kezét, hogy te vigyázzál, mert valamit nem stimmel, valamit nem látod ezt, vagy nem vetted észre. Az nem rosszul esik egy fiatalnak megfogni a kezét, hogy ne essél le a küszöbön, de mégis megtesszük, mert szeretjük. Miért? Mert az előző idő, mert azt bizonyította, hogy bizony, hogy el tud esni itt. Ha valaki tízszer átmegy, és könnyedén átmegy, nem fogjuk mondani, hogy te vigyázz, mert ott van egy kis emelkedő, és nehogy megbotoljál, mert akkor szinte bántó neki. Ugyanaz az életszituáció, az egyik embernek sértő, másiknak normális. Természetes, másiknak nem. És azt gondolom, hogy a kérdésben én legalábbis ezt érzem, nem tudom, hogy ki küldte a kérdezőt, de nyugodtan, ha magára ismer. Általában ott van a hiba, hogy számára kényelmetlen, hogy milyen dolgok, milyen határokat szabnak meg a szülők, de az, hogy valaki felnőtt, de még nem teljesen önálló, tehát pontosabban nem ment férhez, vagy nem nősült meg, akárhogy veszik a szülőknek a tekintélye és védelmére szorul, szellemileg is, és bizonyos szempontból fizikailag is. Mert hát, hogyha Isten őriz, valami baj éri, ki az, akit felhív az első? Az az apja? Vagy apa? Akár az autómmal van gond, akár valamit, nem azt mondja, hogy megoldom, én hagyjuk az egészet, mert neki van... Na de az nem korrekt, hogy a felelősségben, a segítségnyújtásban az apám az első, de amikor ő védni akar, akkor hagyjuk, ne szóljon bele. Itt még belépnék egy harmadik tényezővel, és ezzel lehet, hogy negyedik lesz majd, hogy nagyon jó dolog az életben megtanulni, hogy nem azt csinálunk, amit akarunk. Azt gondolom, hogy az életem egyik legnagyobb felfedezése ez volt, hogy boldogan csináld azt, vagy nem azt csinálod, amit akarsz, de ezt boldogan tedd. És ne attól függjön az örömöd, hogy azt csináltam, amit akarok, akkor boldog vagyok, ha nem azt csinálom, akkor meg mérges vagyok. Mert az élet további részében ez úgy gondolom, hogy egymilliószor fog majd megismétlődni. És ezt én megtanultam fiatalon, minél hamarabb megtanulom, annál hamarabb nekem könnyebb lesz. Erről szól a házasság, hogy valaki más személy érdekét az enyém elé helyezem. És akkor könnyű a házasság. A munkahelyen, ha megtanulom, hogy ott vagyunk 4-en, 5-en, 10-en egy irodában, egy csomó dologban nekem alkalmazkodnunk kell. Nem úgy van, hogy nekem tetszik, nem olyan hőmérséklet van, amilyet én szeretnék, nem olyan fényviszony van, nem akkor veszem ki a szabadnapomat, egy csomó mindent. És hogyha megengedem azt a luxust, hogy mindig ezért én felbosszankodok, igazából én járok rosszul, mert az élet tele van ilyen kihívásokkal. És a szülő mellett tanulja meg a fiatal, az ifjú ezt az élethelyzetet. És ezt mikor megtanuljuk, akkor egész életünkben megtanultunk, mint ha megtanultunk biciklizni, akkor tudjunk egész életünkben. És akkor a negyedik, mert ugye a harmadikat akartam mondani, de bejött itt még egy zárójel,
hogy a védelemért a szülő felel. De nem, amíg egy gyermek, amíg egy ifjú otthon van, és nincsen házassági kötelékben, addig minden cselekedetért közvetett módon a szülő felel. És ha ő felel, akkor jogában van valamilyen módon ezt korlátozni. És ez úgy jó, hogyha, és attól is függ ez például, hogy mihez, mert van olyan család, ahol a lánygyereknek kőkeményen 9 órakor otthon kellett lenni, például az én lányaimnak is otthon kellett lenni 20 évesen is. Azt hiszem 10 óra az akkor volt, hogyha születésnapra voltak el, mert valami különleges. Talán egyszer vagy kétszer fordult el, hogy ezt kivételt képeztem, de akkor én mentem autóval utána pontos helyre, pontos időben. De az alap az volt, hogy nagyon korán, mert úgy volt felépítve az egész nevelési rendszerünk. Na most lehet, hogy a kedves hallgatóknak ez mosoly csal az arcukra, hogy na aztán ez még jó volna, ne gyertal, hogy apám is ezt. De kérdem, akkor én megkérdezem a kedves kérdezőt, gondoljon bele, ha majd neki lesz ilyen nagy gyereke, és ugyanúgy fog viselkedni, mint ő, boldog lesz? Nem az a legnagyobb öröm, hogyha egy szülő meg tudta védni, valamilyen módon meg tudta védni, és egy minél optimálisabb körülmények között tudja majd a vőlegényének vagy a mennyasszonyának átadni az a fiatalt, nem pedig bizonyos érzelmi, lelki vagy akár fizikai rokkantsággal. Persze, hogy ezt, mint minden korrekciót, nehezen viselünk. A Biblia mondja, hogy fájdalmas az intés, nem kellemetes, de ezt ez igazi, ez hitelesít, hogy gyermekei vagyunk a Istennek, és azaz a szülőknek. És azt gondolom, hogy éretten kell ehhez, az érettség nem csak arról szól, hogy hány évesek vagyunk, vagy hogy milyen tanulmányokat sikerült elvégezni, hanem attól is, hogy éretten kezeljük a korlátokat is. Én úgy gondolom, hogy ez egy kényes téma, nem lehet teljesen általános választ adni. Én ezt a három szempontot javasolom, hogy figyelembe vegye mindenki, különösen, hogyha lánygyerekről van szó, de a fiúgyerekkel is. Több szülőnek a fájdalmát ismerem, akik fél vagyonukat is odaadnák, csak tudnák megmenteni a gyerekeiket. Annál borzasztóbb nincs, mint amikor el kell temetni egy fiatalt, mert kábítószer túlagadagolásban van, és még azt se tudta a szülő, hogy kábítószerezett. Vagy mondjuk ez egy horror, de sajnos, hogy sok mindegyik valahol elindult. Úgy kezdődött, hogy kóstolod meg. Egy rossz lépéssel kezdődik a legrosszabb út is. És hogyha egy szülőnek van egy ilyen érzés, hogy nem, gyere haza időbe, hol voltál? Ő, hogy így kontrollál, érdekli. Na most miért érdekli? Azért érdekli, mert meg akar védni. Ő olyant is lát, amit én nem. Ő átment azon, amin én nem. Tehát nem érdemes ezt szentimentálisan csak megközelíteni, hanem úgy, hogy hát tényleg az én evomat akarják. Hogy nem úgy, hogy igen, ahogy én szeretném, persze, de most, hogyha őszinték vagyunk, kicsikorunk óta soha nem értettük a tiltás lényegét. Akkor sem, amikor azt mondták, hogy miért nem volt, nem veheted azt a nagy kést a kezedbe, vagy az orlót. De miért nem? Hát egy kisgyerek, aki még beszélni se tud, de a villával hadonál azt én nagyon szeret. És mit csinálunk? Kivesszük a kezéből. De nem azért, mert nem szeretjük, hanem ne okozunk át. De ez a kép egész életünket kíséri, és hadd mondjak még itt egy picin sértő dolgot, de azért remélem, hogy nem sértődik meg a kedves kérdező. A felnőtt ifjú az azt jelenti szerintem, hogy 60 év. Én úgy látom, az én tapasztalatom szerint körülbelül 60 év egy embernek a fejlődése. Amíg valaki nem 60 éves, addig nem mondja azt, hogy nem nőtt igazán fel. Csak részlegesen. Bizonyos területeken nagyon felnőtt, bizonyos területen nem. Az élet tapasztalata ott akkor ér a csúcsra, akkor teljesedik ki. Onnantól kezdve idős ember és tapasztalt ember, de addig
még mindig érhetik meglepetések. Még mindig van olyan, amit azt gondolom, hogy tudom, és akkor az élet bizonyítja, hogy nem tudtam. És nagy, nagy bukások, nagy, nagy csapdák várják az embert az életbe, és 40 éveseket is látunk, hogy belelépnek. 50 évesen is. És nem akarom megbántani a kedves kérdezőt, de nagyon gyakran az a gond, hogy nem vagyunk tisztában azzal, hogy mennyire veszélybe vagyunk, és mennyire séthetőek vagyunk, veszélybe vagyunk. Úgy érzelmileg, mint fizikailag, például, csak egy példát mondok, hányszor fordul elő, hogy a szülő mondja, hogy nem szeretem azt az embert, akivel te barátkozol. És akkor a fiatal miért mond? Jó, hogy ebbe is beleszóltok, hogy van egy valahára jó barátom, akit így, meg talán. Elmegy a beszélgetés, eltelik egy idő. És kit igazol az idő? Szülünk. A szülőt. Miért? Mert a szülő többet lát, mint azt a fiatal látja. De ez nem ellenmondás, csupán többet lát. És hány ember már fordított hátat nekünk olyan, akire, aki egy adott esetben nagyon-nagyon jó véleménnyel voltunk, és azt gondoltuk, hogy a legjobb barátunk. És most is emlékszem, amikor egy-két ember úgy finoman rám kérdezett, hogy az kicsoda? Hát a barátom. Nem mondott semmit, de tudtam, hogy a kérdésében benne van egy aggodalom, hogy az valami ott valami nem stimmel. Nem sok idő kellett, hogy igaza legyen. De, és azt mondom, hogy ez az egész életemet végig kísérte. Úgyhogy az, hogy felnőttünk, hát ez egy jó kérdés, hogy mikor és miben. A világból megtért fiatal sok kihívással küzd, és sok kihívással szembesülhet. Az egyik gyakori kérdés, hogy világból megtért fiatalként hogyan lehet sikeresen megbirkózni családunk, környezetünk vegyes reakcióival. Mi a helyes magatartás ilyenkor? Muszáj-e hátat fordítani azoknak, akik nem fogadják el a hitünket? Itt azért nagyon finoman kell, úgy gondolom, zsonglőrözni, vagy zsalonozni a személyek. Minden egyes ember más. Tehát minden kapcsolat a világunk része. Amilyen kapcsolatrendszerünk van, olyan a világunk. Ma építjük a holnapi világát. Amennyiben befektetek egy kapcsolatba, reményem szerint, és bízunk abban a jövőben, az a kapcsolat fog profitot hozni nekünk. Mert az ember olyan lény, úgy van Istentől teremtve, hogy társasok vagyunk. Ha nagyon-nagyon-nagyon boldog vagy, és senkinek nem tudod elmondani, szenvedsz, fáj. Akkor vagy boldog, ha meg tudod osztani a boldogságodat és az örömet. Így vagyunk Istentől teremtve. Ez így jó. Na de, hogyha minden kapcsolatunkat felrúgjuk, csak azért, mert nem talál a véleményünk, akkor előbb-utóbb mi is vesztesen jön ki. Azt gondolom, hogy a kultúránkkal van egy kis gond. Tehát most a héten is nagyon sok levelet kaptam, nagyon bántó leveleket is többek között, és azt figyeltem meg, hogy a kultúránk nincs szokva ahhoz, hogy normális kapcsolatom legyen olyan emberrel, akivel nem talál a véleményem. De miért kellene nekünk? Tényleg, hogy egy dolog miatt nekünk, azért, mert nem talál a véleményünk, azonnal fel kell rúgni minden kapcsolatot? Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan értékes kapcsolat van a rokonságunkban, a baráti körömben, de lehet, hogy nem értik a döntésemet, vagy kivárnak. Ismerik a gyengémet, tudják, hogy hobortos voltam, tudják, hogy voltak bizonyos szakaszok, amikor nem voltam jó példa. Most meg mondom én a nagy tutit. Azt mondják, te, én ezt nagyon tisztelem, de engedd meg, hogy várjam ki. És mire éppen kivárná, addig én megszakítom a kapcsolatot. Tehát úgy gondolom, hogy meg kell tudjunk annyira erősödni, és ebben ez például mutatja, hogy egy ember mennyire érett, hogy úgy tudok veled civilizáltan vitázni adott esetben, de beszélgetni,
fölként beszélgetni és kapcsolatot tartani, hogy tudom rólad, hogy mi nem értünk egyet, de azért kihívlak egy kávéra, egyet beszélgessünk. Hogy vagy? Érdekel a véleményed. Annak ellenére, hogy nem értünk egyet. De miért kell mindenbe egyetértsünk? Miért van ez a kényszer rajtunk, hogy csak olyan emberekkel akarom körbevenni magamat, aki igazolja a véleményemet, vagy erősít benne? Én azt gondolom, hogy egy jó kereszténynek erősnek kell lenni, és nem a környezetekkel meghatározzon, hanem mi kell legyünk só, mi kell legyünk világosság, mi kell legyünk hatással a barátaikra. Nyilván ez egy nagyon kemény munka, hogy mennyire engedek közel magamhoz egy embert, kit engedek, mert abban a pillanatban, ha valaki káros a számomra, az a távolabbi kapcsolatot, vagy akár ha szükséges, akkor meg kell szakítani. De nem azért, mert nem érti a döntésemet, hanem akár szidalmaz, vagy el akar választani a házastársamtól, vagy a barátom. Tehát vannak ilyen káros kapcsolatok. De olyan embert, aki csak azért, mert nem értünk egyet, szerintem ezeket nem kell megszakítani. Esetleg lehet pihentetni egy kis időt, de dolgozni kell rajta. Próbáljuk meg behelyezni magunkat a másik ember helyébe. Hogy egy ember azt állítja magáról, hogy találkozott Jézus Krisztussal. Fú, de furcsa bogár vagy. Ki vagy te? Hát ismerlek, nem magyaránsz, hát ne hülyéskedj, hát nem ezt mondta régebb. Na de mi történt? Na nos, hogy ezt mi jól csomagoljuk, és az életünk, és a cselekedetünk szinkronban van egymással, mi igen, előbb-utóbb, és sokkal azt fogjuk meglátni, hogy igen, az embereket érdekli. És sokkal inkább oda fognak figyelni. Hogy tudok segíteni egy emberen, hogyha minden kapcsolatot lezárok? Tehát úgy gondolom, hogy nagyon sokan elkövettük ezt a hibát, én magam is sok olyan kapcsolatot rontottam el az elején, amit nem kellett volna. Most utólag bánok, és amit tudok, helyrehozok. De amikor azt mondja Jézus, hogy a jó társaságot, a gonosz társaság megrontja a jó erkölcsű embert, ez nem arról szól, hogy nem lehetnek kapcsolataim nekem olyanokkal, akik nem ezt a világnézetet képviselik, hanem azt jelenti, hogy nem engedem be a baráti világomban, nem engedem azt, hogy azt mondja nekem, hogy távolodj el az Istentől, hogy nem, hanem azok az emberek, kell ilyen módon építeni a kapcsolatot olyanokkal, akik tisztelik a hitemet, én is tisztelem az ő nem hitüket. Uh-huh. Tisztelem a korukat, és akkor is tisztelni kell egymást, hogyha talán még nem értünk még egyet, de eljöhet az idő, hogy majd egyet fogunk érteni. Az előző kérdést kicsit tovább gondolva, hogyan tudunk hiteles keresztény életet élni, és mit is jelent a körülöttünk lévők számára a hitelesség, miből látják azt, hogy különlegesek vagyunk, és van bennünk valami plusz? Hát most a merész választ fogok adni. Ha nem látják, hogy van plusz, akkor nincs plusz. Ha meg nincs plusz, akkor nagy mínusz van. Tehát, hogyha egy emberen, elmegyünk egy gyümölcsfához, a Biblia a gyümölcsfát és az embert párhuzamba állítja, azt példázza, és ősszel nem látunk egy gyümölcsöt se rajta, amikor tudjuk, hogy gyümölcsérés ideje, kéne legyen rajta, mit mondtunk erre a fára? Valami nem stimmel. Ha jövő évben is elmegyünk, akkor se látszik semmi. Harmadik évben is, akkor azzal a fával baj van. Nagy baj van. Jézusnak van is egy ilyen példázata, bement Jeruzsálemben, és bement megnézte a fügefát, és nem találta a gyümölcsöt, és mondta, hogy figyelj, ki fog száradni. Használhatatlan fa vagy. Tehát azt gondolom, hogy az emberek sóvárogva várják, hogy felismerjék azokat a gyümölcsöket, azokat a krisztusi attitűdöt, ami természet feletti, ami bennünket keresztényé tesz és hitelesít. A gyümölcs hitelesíti a fát, a gyümölcs hitelesíti az embert. Pontosabban a Galata 5.22-ben van ez leírva. A szeretet, öröm, békesség, béketűrés, jóság, hűség, mértékletesség. Ezek, és talán még kihagytam egyet, 2-9-et sorol fel itt az ige. Én azt gondolom, hogy az emberek ha teológiánkat nem is értik, de látják ezeket a gyümölcsöket, óhatatlan is oda jönnek, hogy te ki vagy?
De hogy tudsz így viselkedni ebben a helyzetben? Hogy te még mindig vidám ember vagy? Hogy tudsz szeretni? Tehát úgy gondolom, hogy ha nem látszanak gyümölcsök, akkor nincsenek. Akkor nem kell megmagyarázni. Visszatérek Jézusnak a példájára, nem engedte, hogy megmagyarázzák. Mert az igen mondja, hogy nem volt gyümölcsérés ideje, de ő mégis keresett. Nem én mondom meg, hogy mikor van gyümölcsérés ideje. Amikor jön, elküldi Isten az embereket hozzám, munkatársaimat, teljesen kívülálló embereket, és azok nem találnak nálam gyümölcsöt, akkor én nagyot buktam. Nem akkor van gyümölcsérés ideje, amikor a gyülekezetből kijövünk csak. A minden napokban kell nekünk megállni. A családunkban, a testvéreink között, a munkatársaink között, a kollégáink között, a mindennapi életben. Keresztény tanítók néha kifejezetten hangsúlyozzák a világi ismerősök, barátok társaságának a fontosságát. Mi erről a véleményed? Ez szép és jól hangzik. Én is picit ezek közé tartozok, csupán egy veszélyt látok, elég gyakran látom azt, hogy megvan ennek, amit eddig beszéltünk, lényegében ennek egy folytatása, annak a veszélye, hogy ugye egy jó társaság, elmegyünk, és nem mi hatunk a társaságra, hanem ő hat ránk. Na ez a nagy veszély. És ezt kell megnézni. Például itt a szülőknek, a barátoknak, a jó barátoknak engedni kell, ha szólnak, hogy te, ne haragudj meg, meg vagy változva egy ideje. Másképp beszélsz, másképp viselkedsz. Miért? Amióta barátkozol, ezzel az oda. Észre se vesszük, átvesszük tőlük. Na de nem ez a normális? Nekem azt kell megtanulnom, hogy igaz, hogy elmegyünk együtt egy jó kávézásra, vagy egy beszélgetésre, de nem azért, hogy eltanuljam tőlük a rosszat, hanem ők tanulják el tőlem a jót. Tehát azért nem tartom ezt rossz dolognak, de veszélyesnek tartom. Tehát nagy kihívások vannak, és azért látni azt, hogy ezt a határt, hogy hol van ez a határ, meg amit nagyon fontosnak tartok itt, hogy legyen egyensúly. Az nagyon nagy baj, hogyha egy kereszténynek csak mi a világi barátai ismerőse jönnek. Azért az gyanús. Azt jelenti, azokkal érzi jól magát. Nem is olyan rég a kezembe került egy levél, hogy beszélnek rólam hátam mögött emberek. Úgy adódott, hogy meg tudtam. Megmondom őszintén, hogy fel kell dolgozzam. Fel kell dolgozzam. Most is fel dolgozzam. Egy olyan emberről van szó, akit nagyon szerettem, és azt hittem, hogy ő is szeret engem. És ők így beszéltek egymással, idézőjelben keresztények. Ha olyan szavakat használtak, amit én még idézni se tudok, soha nem is használtam azokat a szavakat, és nem is fogom. Na most kérdem tőled egy keresztény, hallja, hogy opcionon mocskosan beszélnek, akár gyülekezetről, akár Isten embereiről, akár papokról, akár vallásokról, ha nem is értünk velük egyet. És én ezt el tudom hallgatni, vagy azt az Istent, akit én nagyon szeretek, ocsmányul káromolják. Hát én ez nem az én világom. Én emlékszem, voltam ilyen társaságokban, osztálytársaim, és akkor, ha valamelyik el is káromkodta magát, akkor utána odajött, és bocsánatot kezd, hogy ne haragudj. Nagyon sajnálom. Tehát nekünk ki kell harcolni azt, hogy igen, mi képviselünk egy királyságot, képviselünk egy értékrendet, képviseljük Istent a világban. Nem kell, nem szabad engedni, hogy a barátok kedvéért csak úgy elhallgassunk olyan mocskokat, amit nem szabad. Mert előbb-utóbb, én mind ilyen emberekkel veszem körül magam, előbb-utóbb ez lesz a nyelvezetem. Ez lesz a gondolkodásmódom. Tehát itt arra vigyázni kell, hogy legyen legalább annyi pozitív hatás érjen engem, mint amennyi negatív. Mert sokszor a negatív sokkal hatékonyabb, és sokkal nagyobb nyomot hagy az emberbe. Itt a barátságról, amit mondtál, feljön nekem személy szerint a tiszteletlenség meg a hálátlanság, és jött egy a hálátlansággal egy kérdés,
kapjam meg gyorsan. Hát az az igazság, hogy még megkeresed, azért, ha térjek én rá erre. Jó. Mert ez az utolsó idők kor szimptomája. Mondja a Biblia, hogy lesznek az utolsó időkben az emberek háládatlanok. A háládatlanság az utolsó időknek egy specifikus jelzője. És lehet, hogy nagyon megdöbbentő, amit most mondani fogok, ez abból adakul ki, hogy mindent megkap valaki. Tehát a gyerekként mindent megadtak neki, nagyon sokszor ezek az emberek válnak a leghálázatlanabb emberekké. Akinek nagyon kevés jutott, még egy kifőnek is nagyon tudott örülni, vagy éppen örült, ha volt két cipője, de nagyon-nagyon-nagyon szerényen nőtt fel, olyan hálás tud lenni, bármit is adsz neki. És az a pedig, akinek már mindene megvan, szinte nem tudsz ajándékot venni, mert húzza az órát. Hát nem ilyen szint gondolt, vagy hát nem ezt gondolta. És az a baj, hogy a jó idők rossz embereket termelnek. A rossz idők jó embereket termelnek. Vagy mondanám, hogyha nehéz idők, hálás embereket termelnek. És a háládatlanság az igazából arról szól, hogy nem értékelem azt, amit Isten adott nekem. Az életünk óriási kincs, a szüleink nagyon nagy kincs, a testvéreink, azok az emberek, akik amúgy idegesítnek bennünket, az egyik legnagyobb kincs. Az, amiben mi ma élünk, lehet, hogy ti fiatalok nem is tudjátok elképzelni, de csak gondoljatok bele, hogy ezelőtt 40 évvel egy hónapba kaptunk, ha volt valakinek autója, egy hónapba kapott 20 liter benzint. Az három napot álltunk sorba, azt a 20 litert ki tudjuk venni, de három napot éjjel-nappal álltunk. Volt egy 5 családnak egy autója, körülbelül ez volt az arány. Most egy hipermarketben több étel van, mint Maros megye összes üzletében, ami volt akkor. De teljesen más világ volt. Én nem azt akarom felemelni, hanem azt, hogy szeretném, ha minél többen értékelnénk azt, amivel az Isten megáldott. És mit gondolsz, szerinted a hálátlanság megfoszt az anyagi áldástól? És hogyan lehet, mit tanácsolsz egy ilyen embernek, aki hálátlan, hogy hogyan lehet ebből kijönni a hálátlanságból? Szerintem az egyik legnagyobb dolog, hogy ismerje fel az ember. És amikor neki mondják neki személy, hogy te hálátlan vagy, akkor nem szabad vissza szólni, hogy nem az vagyok, hanem el kell gondolkozni, hogy így látjátok ti tényleg. Biblia buzdít bennünket, hogy hálával áldozzál az Istennek. Tehát ez az ember, magunkat is kell buzdítsuk. Én körülbelül egy 15 éve tudatosan mindent igyekszek, nagyon megköszönök mindenkinek. De tudatosan. Tehát nem úgy van, például valaki ír nekem egy-két sort, akkor én azt mondom, köszi. Á, jó, hogy írtál, mi van? Nem odaérem, köszönöm szépen. Értékelem. Egy kis kezet mondok. De meg a feleségem meg lehet kérdezni. Tudom, azon szerint nincsen olyan alkalom, hogy én ne köszönjem meg az ételt. De nem csak, hogy köszi, oda megyek és megölelem. És megköszönöm. És ezt nem azért teszem, mert na most mi nagy dolog, hát más is nélkül én is megkapnám a hüttőt. A háradásunkkal fejezzük ki, és azt a munkát, amit ő belefektet, ő visszakapja érzelmileg, hogy igen, értékeljük, új erőt nyer belőle. Ugyanígy van az Isten is. Ha látja, hogy értékeljük azokat az áldásokat, amit adott, akár anyagi, akár más elegű, még jobban megállt. De ha látja, hogy nem értékeljük. Azt mondja a Biblia, hogy nem volt kedve az áldáshoz, ezért elvétetett tőle. Tehát ha nem becsüljük meg a dolgainkat, ugye van egy jó közmondás, hogy aki a kicsit nem becsül, az a nagyot nem érdemli. Szerintem ez egy jó közmondás, és igaz közmondás. Tehát fontos, hogy tanítsuk magunkat hálásnak lenni. De ez kezdve attól, hogyha valaki egy pohár vizet ad, ha az ajtó megenged, hogy menjek ki, ha a sorba beenged engem. Nem vegyük, hogy köszönhet, ez természetes. Semmi nem természetes. És igazából ez visszahull arra, aki tette, jól esik neki, de nekem is, hogy,
hogy amit kaptam, én ezt viszonyozom, mi tartozunk ezzel. Ez igazából a hálaadás része. A hálaadás az egy áldozat, hogy a hálával áldozzál az Istennek. Tehát elvárja Isten, hogy mi ezzel, ez egy áldozat, nem mindig jön magunktól, nem mindig megy ez könnyen. Mert ugye, csak mondok valamit, hogy pohár félig van, akkor könnyen azt látjuk, hogy félig volt a pohár. De mi lenne, ha megköszönnénk, hogy félig teli van? Igen. Milyen jó, hogy félig megtöltötted. És lehet, hogy a következő kormányban teli fogják megtölteni. De ha azt mondom, hogy hát csak félig töltötted meg, na jó, akkor következő kormányban nem teszünk bele semmit. Igen. Tekintsünk át a szolgálattal kapcsolatos kérdésekre is. Miért fontos a szolgálat az egyházban? Kötelező szolgálatot vállalnunk? Ők semmi sem talán kötelező. Nagyon, igen. Tehát úgy mondani, hogy kötelező, ez egy kicsit meredek kifejezés. De egy embernek az egészséges életében, életéhez szokták mondani, a mozgás elengedhetetlen. Ugyanúgy a Krisztus testében, hanem semmit nem csinálok, csak fogyasztok, az betegé tesz az embert. Akkor nem érzem magaménak. Az a normális, ha én is részt veszek benne, bármilyen kicsi, vagy bármilyen nagy dologban. Tehát a szolgálat teszi az egyházban, az kapcsol össze. Az a kezünk, lábunk, szervünk, tagunk, amit nem használunk, az veszélybe van. El se enved. És mindenkinek sajátos ajándéka, karizmája van. Rendkívül fontos, hogy azok a kincsek, értékek, amik egy embernek az életében benne vannak, azt hasznosítsuk. Bármilyen, lehet, hogy csak szervezni tudok, lehet, hogy énekelni tudok, lehet, hogy csak a széket tudom tovább tenni, bármit, de amit teszek, azzal hozzájárulok a több és jobb összevetelre. Hogyan találhatjuk meg a magunk helyét a szolgálatban? Mindegy, hogy milyen szolgálatot vállalunk, de ugyebár erről szó volt most, hogy... Azt javasolom, hogy próbálj ki az ember többet. Mindaddig mi megtalálja azt, amit nagyon szeret. Ugyanakkor van egy fokozatosság. Dávid, először nézzük a pályafutását, először ő csak egy egyszerű juhász volt. De nem is a saját juhait, hanem az apjának a juhait őrizte. Később azt tudjuk, hogy de közben megtanult jól zenélni, behívták a királyi házba, hogy hárfázzon Saulnak. De hogy lett más pozíciója? Úgyhogy tudott hárfázni, vagy nem tudott volna semmit. Akkor nem hívták volna be a királyi házába. Tehát ahhoz, hogy szolgáljunk az egyházba. Nekünk valamit, de képeznünk kell magunkat, tanuljunk meg valamit egymástól, valahogy képezzük magunkat. Na most utána meglátjuk, hogy lett belőle hadseregvezető. Kiderült, hogy nagyon jól csinálta. Aztán még sok zárójel, de a végén király lett. De tehát látjuk ezt a fokozatos növekedést. A szolgálatban az egyház ugyanígy van. Például én is 14 évesen elkezdtem zenélni. Körülbelül 15-20 évig lényegében csak zenéltem. Még csináltam mást is, de az volt azért a fő szolgálatom, hogy dicséretet vezettem, és azt szenvedélyesen szerettem, és igyekeztem csinálni a tudásom szerint. És utána ad az Isten nagy, és több ember tudok, akik egy-egy szolgálatban benne voltak, majd később léptek feljebb, majd feljebb. Azt mondja, hogy kevesen hű, sokra bizatik. Tehát a hűségét és a hozzáállásunkat Isten előtte leteszteli bizonyos feltételek mellett, és azután. Ezzel nem kell megbotránkozni, hogy jó, oda tesznek engem is a számítógépbe, begyörgessek ott, hogy válaszol, milyen munka, tehát én tudom, hogy ezerszer többre vagyok képes, és ez lehet, hogy igaz. De hadd ismerje meg más is, hogy képes vagyok rá. A másik, hogy itt bizonyítsam be a hűségemet, a hozzáállásomat, a attitűdőmben egy csomó minden még hozzáadódik, és azután Istennek lesz gondja, hogy fejbe menjenek. Amikor a Bibliáról beszélünk, számos olyan igazság van benne, amelyek megrázóak lehetnek az olvasók számára. Melyek a legmegdöbbentőbb igazságok a Bibliából? Hát szerintem a legfontosabbnak is azt tartom, szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fel a barátodat, mint magadat.
Azt gondolom, hogy az a legeslegfontosabb, erre kellene tenni a legnagyobb hangsúlyt. Mert nagyon szeretjük az Urat, és hogy ilyen szenvedélyes keresztények legyünk. Tehát nem, hogy megyek gyülekezetbe. Azért megyek, hogy találkozzak azzal, akit én nagyon szeretek. Azért megyek, hogy találkozzak azokkal az emberekkel, akiket én nagyon szeretek. Öröm, alig várom, hogy találkozzunk. Ezen kívül az embertársaink fele is, kifele is, mi itt képviseljük az Istent itt a Földön. És fontos, hogy úgy éljünk, hogy az isteni szeretetet sugározzuk. A legmegdöbbentőbb, a számomra is a legnehezebbnek is a megbocsátást tartom. Az, hogy folyamatos megbocsátásban éljük. Ugye folyamatosan sértjük egymást. Nem csak minket sértenek, szerintem mi is sértünk. De ezt úgy, hogy nem is vesszük észre, tényleg nem akarunk senkit megsérteni, megbántani. Mint ahogy lehet, hogy bennünket sem akarnak megbántani, de azért sikerül. És az olyan jó, hogyha az ember ezt megtanulja például. Minél gyorsabban megtanuljuk, annál jobb. Egész életünkben szükség lesz rá. Jobban, nagyobb szükségünk lesz, mint az angol tudásra. Talán ez a legnehezebb és a legmegdöbbentőbb, hogy a haragot tartó emberek például szerintem elveszítik az isteni támogatásokat. Egy teljesen egy idegen pályára mennek. És ezért nem szabad. Hát például mondja az ége, hogyha csak azoknak köszöntök, mint akik nektek köszönnek, mi vagytok különbek? Még arra is odafigyel Isten, hogy köszöntjük egymást, köszönünk egymásnak. Tehát ezért fontos, hogy aki megbánt, vagy megsért, tudatosan oda kell menni, hello, szia. Nem kell várni, hogy ő köszön, vagy nem, elmegyek én, aki sértett voltam, mert be akarom bizonyítani, hogy én már nem vagyok sértett. Túlléptem rajta. Nem azt jelenti, hogy nem fáj, vagy lehet, hogy még az emléke fáj, lehet, hogy még feldolgozás alatt van az esemény, de lépek, tenni kell. Azt gondolom, hogy ilyen érdekes prioritások ezek. Mert lehet, hogy mi emberek, ha mennybe kellene beállítsuk a bejutási prioritást, máshova tennénk, de látjuk, hogy az Úr nagyon ilyen. Hogy az Úr imádságában mondjuk el, hogy bocsáss meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk. Tehát ilyen fontos Istennek az, hogy mi megbocsátó emberek legyünk, egymást szerető emberek legyünk, nehéz embereket is el kell tudunk hordozni magunk mellett, mert adott esetben mi is azok vagyunk, vagy lehetünk, és amit mi vettünk, azt fogjuk learatni. Utolsó kérdésként, hogyan lehet egyre jobban ráhangolódni a Szent Szellemnek a vezetésére? A Szent Szellem vezetése nagyon jó téma, gondoltam is, hogy talán egy egész alkalmat is szállhatnánk rá. Nagyon gyorsan osszuk fel. Több típusú vezetése van, és több területen lehet vezetése a Szent Szellemnek. Teljesen más az egyéni vezetése a Szent Szellemnek, amikor neked, mint egyénnek, nekem, mint egyénnek ad egy vezetést. Más, amikor mondjuk egy házas párnak már ad egy vezetést, hogy egyénnek, milyen iskolába menjél, milyen munkahelyet válasz, hogy milyen kapcsolatba menj bele. Ha már házas vagy, hol fogtok lakni, hol építkezzetek, vagy vásároljatok, együtt hol építsétek fel a megélhetéseket, milyen városban, milyen országban. Ez már egy más típusú. Az egyházban, amiben járunk, milyen irányba menjünk, hogy csináljuk, mint gyülekezeti tag, mit csináljak, hogy csináljam, ez egy harmadik. És ezt miért választottam szét? Mind a három típusú terület más típusú vezetést követel. Amikor a személyes életemről van szó, a Biblia személyes vezetést ad nekünk. Tehát nem a pásztornak fogja megmondani, hogy te milyen iskolába menjél. Azt mindenki személyesen, a szülővel konzultálva úgy meg kell találja, hogy na most nekem ez az én pályám, ezt szeretem. Ha nem találom el elsőre, megcsinálom kettőből, nem olyan nagy baj. De a lényeg az, hogy a vezetés, a Szentlélek vezetése az személyes. Ki legyen a párom? Ezt nem mondhatja meg más. Nem szabad ilyenre építeni. Mondhatja nekem az egész világ, hogy ez nem menj hozzá, hanem ahhoz. Ha az embernek a szíve odahúz, úgy érzi, hogy az, akkor azt nagyon, nagyon komolyan kell venni, mert
az ilyen személyes életünkre az Istennek személyes a vezetése. Igazából ezért kell megtanulni az isteni vezetést. Majd erre picit még visszatérek, ha lehet. Akkor van ugye a házas élet, vagy a család élet, itt már nem csak rólam szól a dolog, hanem lehet, hogy a házastársammal ketten kell döntsünk. Akkor a vezetést mind a kettőnek meg kell kapni, mert az egyik kapja meg, az még nem elég. És akkor addig kell imádkozni, még összhangba kerül minden egyes kényes kérdéssel. Ugyanúgy, mit teszünk, mit nem teszünk. És az már nem arról szól, de engem így vezetett az Úr, tetszik, nem tetszik, én megyek Dél-Amerikába, kaptam most Kolumbiába, megyek, vagy Bolíviába, vagy őserdőbe, oda megyek evangelizálni. Ha van gyermeked, van családod, igen, a házastársadnak ugyanolyan vezetése van szüksége, másképp nem szabad lépni, másképp tévedés. És ha a mind a ketten az Úrban járunk, és normálisak vagyunk, akkor ugyanazt a vezetést kapjuk, az Úr nem fog kettőt adni. Amikor egyházról van szó azonban, felteszem azt, hogy én egy egyház tag vagyok, és van egy vezetőm. A személyes vezetés itt alá van rendelve a gyülekezet vezetésnek. Mondok gyorsan egy példát. Gedeon kimegy a csatába, és azt mondja neki az Úr, hogy túl sokan vannak, marad 300 ember. 300 ember, Gedeon, elosztja 3 csoportba. És meg volt mindenkinek ott a helye. Nem ők döntötték el, az Gedeon döntött el. És akkor úgy fejeződik be a történet. Amikor mindenki a saját helyére állt, melyik helyére? Amit Gedeon, a vezető kijelölt neki. Akkor az Isten beavatkozott, és győzelmet adott. Az egyház szempontjából van egy hierarchikus vezetés. Van a gyülekezetnek egy feje, úgy hívjuk, hogy Krisztus. Azután vannak apostoli, aztán van pásztori, aztán van tanácsi vezetés, és attól függően, hogy hol vagyunk ebben a láncolatban, nekünk be kell illeszkedni. Ha nem tudom elfogadni, akkor azt jelezni kell, akkor vagy nem vagyok a helyemen, vagy máshova kell menni, vagy valamit, de nem lehet úgy élni, hogy tudod, pásztor, nekem azt mondta az Úr, hogy én most nyitok egy új szolgálatot a gyülekezetben, pásztor csak kapja a fejét, most mit csinál, megmondja az igazat, megsértődik. Ha engedi, akkor balhé lesz belőle, vagy látja, hogy balhé. Az összes dologért, ami történik az egyházban, a pásztor felel. És azt mindig az ő vezetésével harmóniába kell csinálni. Nem azt jelenti, hogy mindent jól csinál, de a vezetés az ő feladata. A házasságban a szülők egy hajszányival talán fokozottabb az édesapa felelőssége, de ott van már az édesanyja felelőssége, szintén ott van. A gyerek nem csinálhat, amit akar, azzal sem, hogy ő neki az Úr ezt vagy azt mondta. Azt majd, amikor majd felnő, majd akkor majd meglátjuk. Tehát azt gondolom, hogy ezek fontosak, hogy tisztában legyünk, milyen területen, hogy vezet bennünket az Isten. Utána most vegyük a vezetési módjait az Úrnak. A Szentlélek vezetése több típusú. Van olyan úgynevezett szívünkben belső hang. Tehát az azt jelenti, hogy amikor az ember olvassa az igét, hogy elcsendesedik, hogy megelevenedik valami érdekes meggyőződés megjelenik a szívébe, hogy milyen jó lenne azt csinálni. Egy olyan meggyőződés, ami társul örömmel, békességgel, és még én sem értem, hogy miért, de úgy érzem, hogy ezt kell csinálnom. És ez a Szentlélek hangja, ez így működik. Ez úgy mondjuk, hogy a szív hangja, de ez a szellem hangja. Ez egy nagyon szelíd, halk hang, amit senki nem hall, csak az a személy. Amikor fenn volt Illés a hegyen, nem a viharból szólt az Isten, nem a tűzből, nem a földindulásból, a szelíd hangból. Amikor Pál apostol a Damaszkusz úton volt, akkor senki nem látta az Urat, csak egyedül ő, és ő nem értettek semmit, csak az, hogy világosság van, mi van ezzel az emberrel, de ő hallotta, mit kergetsz engem, én vagyok. Tehát az Isten vezetése az egy félreérthetetlen, csak ki kell várni.
40 napot dolgozott azon Illés, hogy megkapja az Istentől a választ. Amíg a fenyőfától a meggyőződése jutott, az 40 nap. Nem mindig lehull az égből az isteni vezetés csak úgy egyből. Van, amikor imádkozni kell, akár bőtölni, akár dolgozni, keresni. Ez egyik formája. A másik formája a tanácsosok. Azt mondja, mivel a tanácsosok sokassága által van a megtartatás. Tehát amikor nagyon jelentős döntésről van szó, mind a házasság, társválasztás, mind egy munkahely kiválasztása, amikor akár egy más városba költözés, akkor nagyon javasolandó tanácskozni másokkal. Minél több emberrel, akik ebben jobbak, mint még többet tudnak. Te mi a véleményed? Neked mi a véleményed? És akkor nézzük, hogy rezonál azzal, ami bennünk van. Egybeesik? Vagy ellentmondás? Ha látjuk, hogy nagyon ellentmondás, akkor mindig meg kell állni, akkor valami nem stimmel. Lehetnek olyan is például, hogy az ember kap álomban egy figyelmeztetést. Lehet olyan, hogy az igéből megelevenedik neki egy igei sor, hogy vedd magadhoz és viselj gondot rá. Például sokan mondják, hogy házasságkor kapták ezt az igét, hogy egy bizonyos személyre. Tehát ez is előfordul, és van ilyen. Tehát több módja van, de én a leginkább, amit mindenkinek javasolok, az a Szentírás olvasása alatt kialakul az emberbe egy meggyőződés, ami részben az ige tartalmából, részben a szívében, a rezonanciából adódik össze, hogy érzi, hogy ez az Isten akarat, és abban van öröm, van békesség, és van egy meggyőződés, ami átsegít, mert ugye a döntésednek nagyon nagy következményei vannak. Nem tudjuk, hogy mi. Na most, ha jó döntéseink vannak, és van meggyőződésünk, akkor a viharos időben ez átsegít bennünket. Ha nem, akkor bajba juthatunk. Sándor, nekem nagyon építő volt ez a beszélgetés, és remélem, hogy a nézők is ezt így gondolják. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és a nézőknek is köszönjük, hogy velünk tartottak, és ne felejtsék, ha még nem tették, iratkozzanak fel, hogy ne maradjanak le izgalmasabbnál izgalmasabb témáinkról. Köszönjük szépen a figyelmet!